Nadir abi. Sen atacak mısın? Nadir abla. Nadir abla 24. Ne oluyor? Nagyot fúj, mert trombita szakos volt. Éjszak medvéjének szelleme védje ezt a teret. Kelet szarvasának hite védje ezt a teret. Dél bikájának ereje védje ezt a teret. Nyugat lovának barátsága védje ezt a teret. Ég és föld természetének tisztelete védje ezt a teret. Őseink örök lelkének gondoskodása védje ezt a teret. A szívünkből jövő szeretet védje ezt a teret. Nap atyácska, hold anyácska, csillag gyermek hármassága, áldás béke adassék, áldás béke adassék. Nap atyácska, hold anyácska, csillag gyermek hármassága, áldás béke adassék, áldás béke adassék. Trinity of Sun Father, Moon Mother, Star Child, giving blessings, giving peace. Welcome to Hungary. Mindenkit köszöntünk itthon. És akkor most időnként letilt valamire áramingadozás lehet, nem tudom, de majd igyekszem pótolni a kiesett szavakat. És most arra kérnélek titeket, hogy csináljunk valami olyasmit, ami a magyar nyelvből adódik. És ugye van egy olyan kifejezésünk, hogy körünkbe fogadunk valakit. Ugye van a családi kör is. A kör az valami szent dolgot jelent. Az olyan kör alakú, mondjuk, mint például egy jurta. Úgyhogy most arra kérem, itt elég sok olyan úgynevezett koreai veterán van, aki nem azonos az 50-es évek elején harcoló alakulatokkal, hogy aki tudja, hogy mire gondolok, az jöjjön ide, azt a jurtát, amit szoktunk Koreában a bemutatók elején csinálni az íjainkkal, Valikájék, Feriék, ti is, állítsuk föl, és hívjuk be abba a jurtába a vendégeinket. Város helyet ad rendszeresen ezeknek az eseményeknek, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy ma a világ erőközpontja, ha belegondoltak abba, hogy az elmúlt években milyen eredményeket értek el a mongol, a magyar és a török versenyzők, akkor hallgassuk meg a polgármester úr köszöntőjét, hogy itt vagyunk és köszönjük, hogy itt lehetünk. Jó napot kívánok, sok szeretettel köszöntök én is minden vendégünket. Különös nagy szeretettel Törökországból érkezett vendégeinket és Mongóliából érkezett vendégeinket. Egy kicsit pontosítanom kell, mert most pillanatnyilag nem Dunaújváros területén vagyunk. Most mi Kisapostag és Baracs közös repülőterén vagyunk, és nagy megtiszteltetés számunkra, hogy vendégül láthatjuk Önöket. Nagyon örülünk mindig annak, hogyha egy új sportág, egy új szakosztály, egy új hagyományőrző egyesület tartja érdemesnek repülőterünket arra, hogy kipróbálja, és itt bonyolítsa le a versenyét. Nagyon örülünk neki, szeretnénk, ha sokszínű lenne a repülőtér, egyre több mindenki igénybe venni, és nagyon örülök neki, hogy Önök megtalálták ezt a helyet. Külön köszönöm Pistinek, Lakatos Istvánnak, hogy ide jött, ide hozta a rendezvényt. Én mindenkinek kívánok sikeres versenyzést. Jó napot kívánok mindenkinek!
Köszönjük szépen. Az események Magyarországon azonban nem csak itt ezen a mezőn, sőt itt most először, hanem vannak olyan mezők, ahol már sokszorosan rendeztek olyan rendezvényeket, ami a magyar és a rokon népek kapcsolatait igyekszik életben tartani, erősíteni és fejleszteni. Most az a kérdésem, hogy hallgassuk meg Szabó József úr rövid ismertetését arról, hogy mi lesz még idén olyan esemény, amire ugyanilyen szeretettel várunk mindenkit. Köszönöm szépen, nagy szeretettel üdvözöllek benneteket a Turán Szövetség nevében, és szeretném egyúttal felhívni a figyelmeteket arra, hogy augusztusban egy nagy rendezvényünk lesz megszokott helyünkön, Bugacpusztán. No, akkor sok szeretettel köszöntöm itt a mai este, vagy mai versenyünknek a szakértőjét, Balogni Bitó Ildikót. Hát Ildikó, tudom, hogy te ezeken a versenyeken, miután láttalak is, és tudom is róla, te ezen föl szoktál lépni. Mit látunk most? Éppen mi történik, és hol vagyunk? Éppen a Baracsi reptéren vagyunk. Ez egy IASZ versenynek a kezdete. 2008-ban rendezték meg első alkalommal az M-Heat versenyeket. Ez lefordítva annyit jelent, hogy magyar hagyományos íjásztábla. Ez egy teremverseny, és a nevéből adódóan a magyar történelem fontos eseményeit szimbolizálja. Ezt eddig teremben rendezték meg 2008-tól, most ez egy próba lesz, egy ilyen bemutató, igazándiból ez egy meghívásos bemutató most, és hogyha ez jól fog működni, akkor a következő évtől pedig rendszeresen egy nyílt és nemzetközi íjász bajnokságnak fogunk helyet adni itt a Baracsi reptéren. És akkor Ildikó, hogy kerültetek ti kapcsolatba az íjászattal, és közben, amit látunk filmet, az légy olyan kedves, majd kommentáld nekünk itt folyamatban. Az íjászattal legelőször is Kristóf a fiunk került kapcsolatba, egy dunaújvárosi gyereknapon kezdett íjászkodni, utána levittük edzésre, és ugye még csak 10 éves volt, ezért mi is mentünk vele az edzésre, és mind a hárman, aztán 4-en, mert az Aletta is, ahogy nőtt, kedvet kapott az íjászathoz, és így kezdtünk el íjászkodni. Mennyit áldoztok szabadidőtökből erre az íjászatra? Téli időszakban általában hetente egy 2-3 órát, nyári időszakban már sokkal többet, hiszen ahogy jön a jó idő, akkor már kinn a kertben is van egy úgymond lőpályánk, van egy céltáblánk, ahol lehet gyakorolni, illetve a család jár hétvégenként versenyre, és ott is tudunk gyakorolni, illetve barátokkal, ismerősökkel közösen lenni. Balogh Csabát köszöntöm itt a Baracsi Média TV kamerái előtt, és Csaba, tudom, hogy voltál nemrég Dél-Koreában. Milyen célból mentél? Milyen versenyen voltál? Ugye ezt el kell mondani, hogy íjversenyen voltál, de ezt majd te pontosabban el fogod mondani, ez látszik is a ruhádból. Igen. Ez egy íjász világbajnokság volt, ami 35 ország képviselőivel, 360 versenyzővel, férfiak, nők, gyermekek, ifik kategóriájában lett megrendezve, ami egy 3 napos verseny volt. A csapatbeosztások úgy voltak kialakítva, hogy különböző nemzeti csapatok voltak, tehát ezek a csapatok 5 fősek voltak, akik állt török, mongol, brazil, esetleg mexikói, tehát a világ minden pontjáról voltak. Tehát akkor ezt lehet úgy kvázi világbajnokságnak mondani. Ez egy fesztivál volt, ez egy tradicionális íjász fesztivál, ami mondhatjuk világbajnokság, nem, bár ez publikálva nem lett szinte sehol. Nem csak így magunk közt, négy szem közt beszélünk róla, már ennyi nemzet ott van, ugye a Forma 1-es világbajnokságnak mondják, pedig nincs benne mindenki. No, tehát hányadik helyezést értél el? Én az előkelő 5. helyen végeztem.
Hát ez nagyon büszke vagyok rá, egész Baracs büszke rád, ezt azért el kell, hogy mondjam. Így van, köszönöm szépen. És mi a cél, milyen az a verseny? Miben különbözik a másik? Mit jelent az, hogy hagyományos íjászat? Az miben különbözik azoktól a többi fajta versenyíjászattól, amiket szoktunk látni úgy többet a tévékben? Hát például olimpiai íjászatot láthatunk a televízióban. Ez egy fém, illetve műszál, üvegszál és műgyanta kompozícióból készült íjakkal történik, míg a hagyományos íjászat ez fa, illetve fából készült, modern anyagok segítségével összeállított anyagokból készült íjjal történik, favesszővel, míg az olimpiai íjakat karbon, illetve aluvesszővel használják. Be tudnád mutatni a most az íjadat? Meg tudnád mutatni a kamerának, hogy miből van? Ez egy kőrisfából készült íj, ami egy laminált íj, tehát kőrisfa a hordozóanyaga, és üvegszál van a kőrisfára műgyantával ráragasztva. Milyen? Ez egy hagyományos visszacsapó magyar íjnak a mintájára készült. És látom a sapkádat is, hogy mondják ezt pontosan, mi ennek a fejfedőnek a neve? Ez a süveg. Ez a süveg. Ezüst van rajta? Tehát ezüst dísz van rajta? Nem. Nem? Utánzat. Utánzat van rajta. És bőrből van? Bőrből van. Rókapém, prémmel, farkával díszítve. Dél-Koreában visszatérve, hogy érezted magad? Milyen volt? Milyen volt a társaság? Milyen volt itt nemzetközi mezőnyben szerepelni? Hány magyar volt? 14 magyar volt. Nekem hatalmas élmény volt. A repülőt fárasztó volt. Megismerni egy más kultúrát mindig nagy kihívás, és fantasztikus volt. Ételek? Ízlet. Helyes. Hát Csaba, mai versenyről meg két szót, és akkor látom, lassan kezdődik is a verseny. Ez a mai verseny, hogy ez ilyen tábla, ez licces erő, mondja egy pár szót még. Ez a hagyományos magyar íjásztábla, ez a magyar történelmi eseményekre épülő versenysorozat, ami a honfoglalástól kezdődően egészen 1956-ig bezárólag a fontosabb évszámokat takarja. Ennek az eredeti változata az évszámoknak megfelelő centiméter távolságoknak a távja, tehát a 896-os évnek 896 cm a távja, onnan kell lőni, az 1956-nak pedig 19 méter 56 centi. Most itt szabadtéren ennek a versenynek az ötszörös távját lőjük, tehát minden távnak az ötszörösét lőjük. Köszönöm szépen, sok sikert a versenyhez, remélem bemutatóhoz versenyhez. Itt épp készülődünk az első lövésre, a női mezőny. Hát az a megtiszteltetésért, hogy én adhattam le az első lövést, én voltam az első versenyző. Az első táv az Attila Kejhe 453 cm-ről, és ugye a női mezőny ennek a háromszorosát lövi, ami azt jelenti, hogy 13 méter 59 cm-ről lövünk. Most épp vendégeket látjuk Mongóliából.
És akkor ti, mint lányok, illetve mint hölgyek külön lőttetek, tehát úgy láttam egyesével, és a férfiaknál megláttam, hogy mindenki egyszerre vagy olyan ütemben lőtt, ahogy gondolta. És azon gondolkodtam el, hogy hogy tudják a végén megkülönböztetni, hogy kinek melyik a veszélye, mert először arra gondoltam én is, hogy piros végű az a jóskáé, tehát mindenkinek, de láttam, hogy van, akinek három embernek is piros vége volt a nyílnak. Tehát hogy van megkülönböztetve? Hogy pontozzák ezt a versenyt? Hogy csinálják ezt, mert ez nekem teljesen japánul van. És a veszőnek a vége, az a nok, az általában színes, illetve a tollak, amit láttál, találhatók rajta, azok is színesek. A veszőt úgy tudjuk megkülönböztetni, hogy versenyeken rá kell írni a vesző tulajdonosának a nevét, mert van olyan verseny, ahol nem nyúlhatsz a veszőhöz, a versenybíró, vagy valamelyik versenyen igazlátónak hívják a bírót, ő pontoz, és akkor neked csak rá szabad mutatni a vesződre, nem foghatod meg. Polgármester úr, ugye itt ott voltál, te is kint voltál ezen a rendezvényen, ezen az IS bemutatón, hogy tetszett neked az egész? Nekem nagyon tetszett az egész, annál is inkább, mert végre felfedezte más sportág is azt, hogy ezen a repülőtéren, a repülésen kívül sok minden mást is lehet csinálni, és íme itt van az első olyan rendezvény, amelyik már nemzetközi is. A Baracsi reptéren versenyeztek férfi kategóriában, illetve nőiben is török, illetve mongol versenyzők. A Mongóliából 5 fős társaság jött, a törökök egy kicsivel többen voltak, körülbelül 40 fő, de közülük nem mindenki fogott íjat ellenünk. Most épp a mongol főnököt látjuk, és a mongol... Nagykövet. Mongol nagykövet, köszönöm a segítséget. Tehát a mongol nagykövet is tiszteletét tette itt mi nálunk, és megnézte a versenyzőit, hogy hogyan szerepelnek. Én a mongol nőkről tudnám elmondani, hogy teljesen más technikával lőnek, mint mi. Mi egy kicsit gyorsabban rakjuk be az íjat, vagyis a veszőt az íjunkba, és gyorsabban célzunk. Ők ezt lassabban végzik, ezt a feladatot, illetve sokat kellett rájuk várni, hogy végre azt az 5 darab veszőt kilőjék a célba. És akkor ugye ez bemutató volt, Ildikó, bemutató volt, bemutató verseny volt, bemutató ijászkodás volt, azért csak verseny. Tudni lehet azt, hogy volt egy nyertes, vagy kik lettek az elsők? Igen, ez bemutató verseny volt, mivel azzal a céllal jött létre, hogy majd ezt az előbb említett teremversenyt kihozzuk szabadtérre, és hogyha ez jól működött, és miért nem működne jól, akkor 2014 nyarától itt a Baracsi reptéren megrendeznénk ezt a nyílt nemzetközi versenyt.
A verseny eredményről annyit tudnék elmondani, hogy sajnos a törökök levertek megint minket, de most sajnos még a mongolok is jöttek hozzájuk. Jöttek a tatárok! Tehát a női mezőnyben az első helyezett, a filmen látott, hát sajnos a nevüket nem tudtuk megjegyezni, de a kékruhás mongol hölgy lett az első helyezett. Köszönöm szépen, hogy itt most segítettél nekem ebben, mert ugye én teljesen kes vagyok ehhez az íjászathoz. Köszönöm még egyszer, hogy ügyesen és szépen elmondtad el, és kívánok neked sok sikert a következő versenyhez. Mikor lesz az? Köszönöm szépen, de inkább a Csabinak, mert most szerdán ő utazik az Európa-bajnokságra. Szerdától vasárnapig lesz ez a verseny, ahol ő szerepelni fog. Illetve azért el kell, hogy mondjam, hogy még egy baracsi versenyző, Gyetvai Attila is indul ezen az Európa-bajnokságon, úgyhogy mind a kettőjüknek kívánjunk sok sikert. Hát akkor sok sikert kívánunk Csaba és Attila baracsközség nevében is.